Kedves salkások, kedves óvodások, alapiskolások, gimnazisták, tisztelt tanári kar, milyen tisztelt igazgató úr, kedves szülők, nagyszülők, iskolabarátok. Az igazgató úr ösztönzésére ültem kamera elé, hogy legalább így találkozzunk, elmélkedjünk, elmélődjünk napjaink örömein és kétségein. Talán indításképpen legyen szabad felolvasni egy történetet a Szentírásból. Szent Lukács evangélista könyvében olvassuk. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és aztán keresni kezdték a rokonok és az ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. 3 nap múlva akadtak rá a templomban. Ott ült a tanító közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, megdöbbentek. Anyja így szólt hozzá, gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, apád és én szomorúan kerestünk. Jézus ezt felelte. De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell fáradoznom? Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Aztán Jézus velük ment, visszatért Názáretbe, és engedelmeskedett nekik, szavait azonban anyja mind megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, korban, s Isten és emberek előtti kedvességben. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus. Kedves testvéreim, talán meglep bennünket, de halva halljuk, hogy a kicsi Jézus is volt kamasz. És első hallása úgy tűnik, minthogyha engedetlen lett volna. Egyesek azt mondhatnák, lám, az Úr Jézus is bűnt követett el. Nem szólt szüleinek, engedetlen volt. Érdemes ezen nekünk egy kicsit eltöprengeni. Örülök, hogy kamaszok vagyunk. Kicsik és nagy kamaszok. Kalandra vágyunk. Másként a fiatal, és másként az idősebb. De mi teszi a mi cselekedeteinket igazában értékessé, értelmessé, kedvessé? Mikor hasonlítunk mi az Úr Jézushoz? Mikor vagyunk mi Jézusian kamaszok? Az Úr Jézus odafigyelt az Atyára, az Istenre, a lelkiismeret szavára.
Nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem? Ő figyelt a belső hangra. Ettől a belső hangtól vezéreltetve ment oda, hogy példát adjon nekünk, hogy hogyan kell kamaszként nőni, viselkedni. Én kívánom nektek, és magamnak is, és mindnyájunknak, hogy ebben a nagybőti szent időben merjünk Jézusian kamasz lenni, odafigyelni egymásra, és odafigyelni Istenre. Mert ha Istenre figyelünk, akkor szépen leszünk kamaszok, kicsinyek és nagyok egyaránt. Köszönöm, hogy meghallgattatok.